Fogadj örökbe, kabátkákban szaladgálnak a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület mentett kutyái az egyik helyi hipermarketben, a szervezet adománygyűjtő és örökbefogadó napján. A vásárlók között voltak olyanok, akik bár nem fogadtak örökbe egyetlen állatot sem, de például táppal hozzájárultak a mindennapjaikhoz. Volt kutyánk, aki tavaly ment el, 17 éves volt a kicsi, ez az egyik. A másik, hogy minden évben akkor is szoktunk hozni, amikor még ő volt. Valahogy így jött össze. Állatbarátok vagyunk, szeretünk segíteni, ha lehet. Én nagyon szeretem az állatokat. Nekem volt papagájom is, az is elment szegény, az 25 éves volt, meg ugye hát a kiskutyánk. Én ezért, és ha lehetne, én többször tudnák adományozni, akkor adok. Ha lennének minden nap, akkor minden nap adnák. Hát ezért. Az egyesület megbízott elnöke az örökbefogadás feltételeiről beszélt. Az ideiglenesnek gyakorlatilag annyi a feltétele, hogy tudjon foglalkozni a kutyussal, a költségeit pedig az egyesület állja ilyenkor. Aki gazdinak jelentkezik, ott pedig megnézzük, nyilván amikor ideiglenes helyre kerül, ott is megnézzük, hogy hová kerül a kutyus, és adott helyre adott kutyust igyekszünk odaadni. Kertesházra gondolok itt, lakáshelyzetekre gondolok itt, nem mindegy, hogy gyerkőc van, macska van, másik kutyus van, tehát minden helyzetre más-más kutya lesz az, aki oda megfelel. Ugyanez van gazdánál is egyébként. Nem mindegy, hogy kinti-benti tartással szeretné, vagy csak kintre szeretné a kutyust, vagy lakásba kerül a kutyus. A megbízott elnök hozzátette, egyesületüknek a legnagyobb segítség az, ha mentettjeik szerető gazdikhoz kerülnek. Azonban aki ezt nem teheti meg, az állatoknak különféle tápokkal, eledelekkel és tárgyi ajándékokkal, mint például fekhely, játékok is segíthet.